A Mi Hazánk Mozgalom Magyarország kormányától további intézkedéseket vár a gazdaság és a munkahelyek védelmében. Különös tekintettel a bérleti díjak, a munkabérek és a munkabérek közterhei vonatkozásában, valamint kiemelten a katás adózók védelme érdekében. A Mi Hazánk Mozgalom csak és kizárólag azt a megoldást tartja elfogadhatónak, hogyha rendkívül szigorú korlátozó intézkedések időtartamára az irodák és üzlethelyiségek bérleti díját valamilyen módon teljes mértékben megtéríti a kormányzat a költségvetési forrásokból a vállalkozók részére. Hogy ez közvetlenül vagy közvetett módon történik, esetleg valamilyen tehermegosztás történik a bérbeadók és a bérlőletileg a magyar kormány között, az már részletkérdés, tárgyalások és egyeztetések kérdése, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy az üzleti ügyvételhez szükséges tevékenységek, irodák és üzletek bérleti díj terhei vonatkozásában 100%-ban vállaljon szerepet a magyar állam. Ugyanígy csak és kizárólag azt tartjuk elfogadhatónak, hogyha a munkabérek és közterhei, azok közterhelyének nem csak 50 vagy 80%-át, hanem a szigorú korlátozó intézkedések időtartamára vonatkozóan annak 100%-át megtérítik a vállalkozók részére. Mind a bérleti díjak, mind pedig a munkabérterhek vonatkozásában azért követelünk ilyen komoly beavatkozást, hiszen ez a helyzet nem a vállalkozók hibájából állt elő, hanem ezt kormányzati döntések kényszerítik rájuk. Ráadásul a boltzárral kapcsolatos intézkedéseket kifejezetten elhibázottnak tartjuk, ugyanis az biztosan nem szolgálja a vállalkozók érdekeit, de még egyébként az egészségügyi védekezés érdekeit sem, hogy 19 órakor minden boltnak be kell zárni, hiszen ha azt veszük alapul, hogy egy átlag magyar munkavállaló körülbelül 17 óra körül fejezi be a munkaidőt, akkor azt látjuk, hogy legjobb esetben is 2 óra hossza áll rendelkezésére ahhoz nagy tömegeknek, hogy a bevásárlást elintézzék. Pontosan ellenkező logikát kellene követni, nem lerövidíteni, hanem időben elnyújtani kellene a boltok nyitvatartását. Annak érdekében, hogy ne egy 1-2 órás időszakra nehezedjen nagy teher, nagy tumultus a boltokra, hanem ezt időben elhúzva sokkal szellősebben meg lehessen tenni. És végül, de nem utolsó sorban, ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy hatályon kívül kell helyezni a katás adózókat hátrányosan érintő, jövő évtől hatályba léptetni tervezett jogszabályokat. Most egy járvány okozta gazdasági válság kezdetén végzetes hiba lenne. Annak a legalább 400 ezer katás adózónak körülbelül a 2/3-át lehetetlen helyzetbe hozni, teljesen értelmetlen, fűnyíró elvszerű döntéssel, amely katás adózók eddig életképesek voltak, és különösebb kormányzati segítség nélkül is életképesek maradnának. Éppen ezért harmadik intézkedésként követeljük az őket hátrányosan érintő jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezését.